A saját termés íze már csak a lélek miatt is sokkal jobb, mint a vásárolté. A miénkről biztosan tudjuk, hogyan termett, volt-e permetezve. Láttuk, ahogyan magról palánta lett, majd ahogyan kizöldült, megérett rajta a zöldség, a gyümölcs. Ez az öröm azonban nem csak a vidéki, falvakban nagy kertek mellett élőknek adatik meg. Egy kis ügyességgel, kitartással és kreativitással a nagyvárosok közepére is nőhetnek kertek. Ezek a közösségi kiskertek. Kispesten egy évvel ezelőtt hozták létre az elsőt, mára javában megy a termesztés a másodikban is. Egy-egy ilyen kert, ma már vannak rá tapasztalatok, egy-másfél év alatt válik önjáróvá. Ez elsőre akár hosszú időnek is tűnhet, ám a tervezéskor 20 éves időtartamban gondolkodtak. Ez a kert a Kispest második kertje, Arany Katica kert, az Arany János utca és a Dobó Katica utca közötti terület, önmagát adta, hogy Arany Katica kert. Itt már azt kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi tapasztalatok nagyon jól látszanak. Tehát például az első kispesti kerthez képest ott 4,5 négyzetméteres ágyásokat használtunk, itt 7 négyzetmétereseket. Kiderült, hogy a 4,5 négyzetméter egy picit kicsi. A 7 az már lehet látni, hogy az már terem. Nagyon komoly hangsúlyt fektettünk a földcserére. Tehát városi földdel nem kísérletezünk. Mindenféle szennyezések érték. Itt, amikor talajmunkák voltak, látszott, hogy alattunk sit van. Tehát ezek az ágyások, amiket láttunk, ezek konténerkertészetek, alulról is szigetelt, zárt rendszer, nagyon jó minőségű föld, erős komposzttal, és pont az a lényege, hogy ekkorára nőnek benne a növények. Ki kell építeni a vízrendszert. Van néhány olyan minimum, amit be kell egy ilyen kertnél tartani. Az egyik az, hogy kerítés, földcsere és ágyások kiépítése, a vízrendszer kiépítése és közösségépítés. Elsős, legfontosabb és leglátványosabbak maguk az ágyások. Ezek 7 négyzetméteresek. A lefelé egy 50-60 cm termőréteg van. Ebből 27 darab van ebben a kertben. Ezt mind családok művelik. Vannak köztük nyugdíjasok, vannak köztük kisgyerekes családok, van olyan kert, ahol iskola is bevállalt egy ágyást, szóval, és annak oktatási funkciói vannak. Két félét lehet látni, ezek a dombágyások, ezek erősebben sűjjesztettek, és azok meg a kiemelt ágyások, azoknak is ugyanakkor a termőföld vastagsága, mint ezeknek az ágyásoknak. Amit még látunk, hogy van a kertnek egy termőfunkciója. Az ágyások, illetve hát a kerítés mentén a közös művelési területek, de nagyon erős a közösségi rész. És ebben itt értek mazrat, hogy például homokozót építünk. A kisgyerekeknek szükségük van a homokozóra, mert hogy nekik azért nem annyira izgalmas egy kert, egy piciknek, tehát ilyen 2-3-4 éveseknek. Van közösségi tér, amelyik itt tűzrakóhely, a padokat mi építjük. A parcella tulajdonosok legtöbbje eleinte még nem értett a földműveléshez. Városi emberek, akik csak annyit tudtak, vagy inkább éreztek, szükség van sajátra. Hát van többféle paradicsomom, van koktél paradicsom, megmutatom. Ez a fajta, akkor van ez a különlegesebb, ez a csíkos zebra paradicsom. Most szerintem csak nekem van itt a kertben. Akkor itt vannak ilyen nagyobb szemű. Itt nagyon szépen látszik, még zöldek, de jó sok van. Akkor ezen kívül még vannak itt kaliforniai paprikák, gyönyörűen jönnek. Itt az erős paprikánk, a család már nagyon várja. Ez itt retek. Hát ezek még picikék, sőt ezen nem is nagyon. Itt talán látszik, itt már bújnak elő a kis zöld paprikáink. Ez pedig itt karfiol. Csak hát minden nap lazítani kell a földjét, mert ugye hát így beköt. Úgyhogy így szoktam így
minden nap átkapargatom egy kicsit. Ja, ez itt cékla. Milyen erszennyezetet kialakítottak, mi legyen előtte? Hát, hogy őszinte legyek, nem nagyon értettünk hozzá. Segített a kertészünk sokat, de hát amit szeret a család. Négyen vagyunk, két gyerekünk van. Hát, amit szeretünk. A füveket szedtem ki. Most már különbséget tudok tenni a gyom és a kultúrnövény között. De hát kell azért kapálgatni, locsolgatni hetente háromszor, négyszer, mert elég sok vizet igényelnek a paprikák, paradicsomok. A karalábét azt leszüreteltük, ezek az újak. Salátát is már megettük. Zöld borsónk volt, az is egy tányéra való, friss. Hát cukinet azt most fogom, ott van két ekkora. Úgyhogy az lesz majd kirántva. Hát azért jó, mert azért bio, nem permetezett, szóval egészséges. És tudjuk, ilyen kertészetből hozták, tehát nem olyan össze-vissza szedett-fedett akármik. Úgyhogy szerintem egészséges. Családnak is jó, dicsekedhetünk, hogy panelban a saját termésünk van. Lányom nem akart elhinni, azt mondja, anyu, ne hülyeskedjél már. Majd eljössz és megnézed. Úgyhogy jó, alakul. Jövőre meg még szebb lesz. Nem csak egyéni művelésű ágyások, parcellák vannak a kertben, hanem például közös művelésű területek, ez egy virágkertészet. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy maga a közösség szabja meg, hogy ki mikor kapálja, öntözi. Van egy öntözési táblázatunk, hogy egy rendes társasházban ez megkövetelt. Egy másik közös művelésű terület a fűszerkertje a kertnek. Tulajdonképpen a paradicsom mellé nem igazán lehet fűszereket ültetni, ezért egy közös fűszerkertünk van, és mindenki részt vesz a gondozásába, illetve a terményeiből részesül. Hogy hogyan lehetett bekerülni a kertbe? Az egyik legfontosabb szempont a lokalitás. Minél közelebb lakik valaki a kerthez, annál több időt fog tölteni. Az önkormányzattal kötött szerződés kimondja azt, hogy csak 19. kerületi lakos lehet ágyás tulajdonosa a kertben. Azt kell mondjam, hogy nagyon gyorsan feltöltődik, és várólisták vannak, mégpedig igazán hosszú várólisták. Akik látják a szomszédságból ezt a kertet, ők is akarnak. Szerencsére ez így egy önmagát generáló folyamat. Az ilyen és hasonló közösségi kiskertekre van igény. Ha kétszer ennyi lenne belőlük Budapesten, mint amennyi jelenleg, talán az is kevés lenne. Sorozatunkban több szó is esett a növénytermesztésről, de nem feledkezhetünk meg a ház körül felnevelhető állatokról sem. A növénytermesztés során vagy a háztartásban keletkező szerves hulladéknak jó helye van az állatoknál. A kisújszállási horvát tanyán is pontosan tudják ezt. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a horvát tanyán. Hát én megmutatnám, hogy mik azok a kedvenc kis állatkáim, amit én szívesen tartok. Amellett, hogy szépek, aranyosak, kedvesek, még nagyon hasznosak is, hiszen be kell vallani, hogy mi annyira szeretjük, hogy időnként még megesesszük őket. Hát az egyik kedvencünk a vietnámi csüngőmalac, ezt mindenkinek merem ajánlani, ugyanis ez az a sertésfajta, ami minimális takarmánya, sőt azt mondanám, hogy abrak takarmány, tehát dara, hát tápról meg nem beszélve az első számú ellensége, tehát olyat nem szabad nekik, nem is kell adni. A mindennapos ételmaradékon, a konyhai hulladékon, tehát ami egy ház körül felelhető ételmaradék, konyhai hulladék, ők gyönyörűen hasznosítják, nem nőnek túl nagyra, tehát gyakorlatilag ilyen 50-60 kiló, de tökéletes csemege. Teljesen önszaporodók, hogy úgy mondjam, ugyanis nálunk négy koca, anyakoca és egy kan van szabadon, és a szaporulatok időnként előkerülnek, úgyhogy nagyon-nagyon remek. Kemencébe sütve olyan 30 kilós súlynál első osztályú csemege. Ezek az kender magas baromfiak, illetve hát kopasznyakú, erdélyi kopasznyakúként is ismerik. Ez egy kettős hasznosítású, hogyha mai szaknyelvet használjak ezzel kapcsolatban. A lényege az, hogy ők a tojás termelésben is és húshozomban is tökéletesek, és nagyon finom izmolt, tehát nem az a zsíros, rossz baromfi hús, amit lehet kapni némelyik üzletekbe, hanem jól izmolt, nagyon finom, ízletes húsuk van. Egy családot, egy 8-10 tyúk tökéletesen ellát tojással,
és nem kell aggódni, hogy első osztályú, másodosztályú, honnan kiselejtezett tojásokat vesz meg az üzletbe, saját maga elő tudja állítani. És itt is ugyanaz, ami nagyon fontos, hogy a takarmányozásnál ők nem igénylik azokat a magas, drága takarmányokat, ami más túltenyésztett fajtáknál előfordul. Ők a hagyományos szemes takarmányon, búzán, kukoricán nyugodtan tartható és nevelhető. Hát a baromfik után nagyon fontos, nekünk gyerekkorunkban mindig, szinte mindig előfordult a családi étrendben a nyuszi, hiszen a nyúlnak nagyon finom és tápláló húsa van, mint tudjuk, és hát én mindjárt ki is varázsolok egyet innen. Gyere. Ez szintén az a kategória, amikor minimális takarmányba, tehát az udvaron össze levágott fű, a ház előtt ugye tudjuk, hogy örökös gond a fűnyírás a probléma, a ház előtt levágott füvet gyakorlatilag ők tökéletesen hasznosítják. Minimális ablaktakarmánnyal, tehát ezek a házi nyulak többféle fajtába találhatóak. Én ezeket a tarkákat szeretem, mert legalább legyen szép is, ha már tartja az ember. Ezek a házi nyuszik gyakorlatilag minden minimális szükséglete van, tehát egy anya nyúl egy négyzetméteren el van a saját gyermekeivel, és gyakorlatilag szinte tényleg semmi takarmányból. Tehát 2-3 anya nyúl biztosít szintén egy olyan kellemes csemegét, hát arról nem is beszélve, hogy a nyuszi pörkölt a világ egyik legfinomabb pörköltje, illetve hát sütve, főzve. Én visszaemlékszek, hogy nálunk húslevesként is akkor pörköltként, sütve, rántva, nagyon finom rántott nyuszi comb, tehát gyakorlatilag mindenféleképpen fogyasztható, és hát szintén azért fontos, hogy nagyon egészséges élve. Azt a kacsafélét mutatnám be, ami nagyon kedvencem, ugyanis ez a kacsaféle együtt tartható a baromfivel. Mint tudjuk, a régi hagyományos magyar kacsák, azok állandóan azzal kellett küzdeni, hogy kifecseri, tönkreteszi a baromfiak ivóvizét. Na, ő az a kacsafajta, és ráadásul néma is, mint pézsma kacsa vagy néma kacsaként is ismert, hogy együtt tartható nyugodtan baromfival, tehát ő nem fecser, csak iszik, tehát nagyon egy nagyon kedves kis jószág. Takarmány szempontjából szintén ott ajánlanám inkább, ahol nagyobb terület van, hiszen ők nagyon szeretnek fregelgetni, tehát füves területen nagyon szépen elcsipegetnek, és akkor már csak minimális takarmány kell nekik, de ha ahol nincs, zárt térben is nyugodtan tartható. Nálunk azért jók, hogy abszolút önellátóak olyan szempontból, hogy itt szabadon mennek, illetve szabadon vannak a tojók, a gácsérok, és így a szaporó, annyi gondunk van vele, csak hogy megszámoljuk, hogy előjött a kacsa, és van vele 8-10 kis kacsa. Tehát gyakorlatilag 2-3 pézsma család ellátja, nagyon finom kacsa sült el a családot. A libák is előfordulnak a baromfi udvaron, ezt viszont csak ott ajánlanám, ahol nagyobb terület van, nagyobb kerttel rendelkeznek, illetve vagy elkülönítve tudják tenni. Ők mindent megesznek, tehát mindent lerágnak, tehát óvatosan a tartásával, mert ha ezt kiengedik a kertekbe, sajnos még ott kárt is tudnak tenni, inkább lerekesztett részen, viszont a liba máj az pótolhatatlan élelem, úgyhogy érdemes, ha többet nem, minden tavasszal beszerezhetőek a kislibák, piacokon árulják, 2-3 kisloba vásárlása az tökéletesen elegendő a családnak, hogy ehhez a csemegéhez hozzájusson. Hát amiről legszívesebben beszélek, illetve minden által szívesen beszélek, de ez egy gyerekkori betegség nálam, a galambászat, ugye. Ez mindvégig megmaradt, és azt gondolom, hogy meg is fog maradni későbbi időszakban is. Tulajdonképpen a galambtenyésztés az azért fontos, hogy itt a gyerekeknek a bevonását javasolnám. Ugyanis a gyerek szokja meg azt, hogy van valami, amiről neki gondoskodni kell, szokja meg azt a felelősséget, hogy van, ami tőle függ, és hát a galambok tényleg helyszempontjából melléképület padlása első osztályú, tehát ott nyugodtan ki lehet alakítani. Én magam is ott kezdtem annak én egy kis disznópadláson, de ha úgy adja a porta, akkor egy kisebb galambházat, egy ilyen 6-8 négyzetméteres galambházat össze lehet minimális költségből hozni, és ott lehet mindenféle, többféle galambféle fajtát tartani, tenyészteni. Én amit legjobban javasolnék, vannak kimondottan gazdasági típusú galambok, itt a texán galambot említeném meg elsődlegesen, az kimondottan hústermeléssel lett kitenyésztve, és hát ez az a galambfajta, amelyik nagyon
egy szerény takarmányon nagyon sok utódot képes felnevelni, és hát a galambhús gyógyító hatásáról azt hiszem, hogy sokan tudnánk mesélni, illetve hát a gyermek ágyas étel is volt a galambhús leves, tehát gyakorlatilag az egy nagyon finom étel. Kendermagos tyúkok, lovak, tehenek, racka mind-mind megtalálható a horvát tanyán. Ezek tartásához azonban már komoly szaktudás szükséges. Én egy kertes háznál javasolnék egy kisebb baromfi udvarnak a kialakítását. A baromfi udvaron, mint említettem, azok a baromfi fajtákat, amiket felsoroltunk, a kendermagos tyúkok, a magyar fajta baromfiak mindenféleképpen, egy kis kacsa, a gyöngyös, ha megengedhető nyilván, de fel kell készülni, hogy egy kicsit zajos állatról van szó. Egy-két liba mindenféleképpen, és hát akkor nagyon szép színes a baromfi udvarunk. Hozzá egy kisebb nyúlketrec, ahol 2-3 anyanyúl eltartható. Ha úgy adódik, egy kisebb, nincs nagyobb lehetőségünk sertés malacok tartására, még mindig ott van a kis vietnámi törpemalac, ami tényleg abszolút igénytelen, pici, kisi helyen, alacsony takarmány érték mellett nagyon kellemesen eltartható. Aztán lehet nagyobb állatokat is tartani, nagyon hasznos, ha nagyobb portával rendelkezünk, kecskét, juhot tartani, például a rackabirkát én nagyon-nagyon pártolom, nagyon merem ajánlani, nagyon finom, nem fagyús a húsa, tehát a legízletesebb birkahús, amit lehet, legjobb pörköltet lehet belőle főzni. Sertésekben is lehet nagyobb sertésben gondolkodni, hát illetve még lehet tovább fokozni ezt az örömet, mint ahogy mi is tettük, gyakorlatilag borjúféléket, marhafélét, mi még lovat is tartunk nyilván, de ezt már óvatosságra inteném, megfelelő tapasztalat nélkül, illetve előképzettség nélkül ezeket az állatokat már nem érdemes úgy elkezdeni. Meg lehet oldani, nem bonyolult, azt javaslom, hogy olyan helyekre el kell menni, ahol már ilyennel foglalkoznak, és néhány szakmai tanács mellett akkor ezek is minden további nélkül tarthatóak, tenyészhetőek, és hát gyönyörű, népes udvar, nincs attól szebb. Háztáji kertet vagy egy kisebb baromfi udvart kialakítani, ilyen gondolatokkal a vidéken és a nagyobb városokban élők is foglalkoznak. Mindenütt akadnak olyanok, akik nem tudnak nagyobb földet művelni hely vagy idő hiányában. A Vidékfejlesztési Minisztérium azért támogatja a legszebb vidéki konyhakerteket, hogy kedvet csináljon. Most már faluhelyen is a fűnyíró lett a legfontosabb kerti eszköz, és ez nincsen rendjén. Házunk körül termelt paprika paradicsom az egészen biztosan más beltartalmi értékkel, más élvezeti értékkel bír, mint Európa más tájáról, akár több száz vagy ezer kilométerről ide cipelt tömegtermék. És én hiszek abban, hogy ennek révén akár sokak eljuthatnak addig is, hogy nem csak saját maguk számára termelik ezt már meg, hanem kiléphetnek ebből, és akár saját gazdaságot is alapíthatnak. Kertet művelni meg kell tanulni, ismerni kell a hely adottságait, a földet, az időjárást, a növényeket. Idő és kitartás kell a kerthez. Sorozatunk, reméljük, segítséget nyújtott ahhoz, hogy hogyan kezdjünk hozzá, mire ügyeljünk, mi mindent vegyünk figyelembe akkor, amikor saját kis kertet alakítunk ki. Láthattuk azt is, hogy nem kell mindig nagyban gondolkodni, és nem kell megijedni attól sem, ha épp panel dzsungel veszi körül apró, zsebkendőnyi földünket. Bárhol legyünk is, jó érzés tudni, ami az asztalra kerül, az a család földjén termett, az a saját munkánk gyümölcse. Ehhez azonban már csak egy dolog szükségeltetik, bele kell vágni. Az átkertek, udvarok hasznosítása, hogyha nyírodgyep mellé vagy helyett haszonnövényeket telepítünk, az nemzetgazdasági szinten is jelentkezik. Hogyha megtermelünk valamit, nem kell venni. Hogyha nem kell venni, akkor kevesebb az import. Néhány százezren, hogyha Magyarországon visszaállnak, és ez a cél, a háztáji gazdálkodása, a ház körüli gazdálkodása, akkor az látható a fogyasztás változásában is. És szerintem az, hogy az élelmiszerárak emelkedése is fékeződött, az infláció fékeződött, az nem kizárólag a rezsicsökkentésnek
tudható be, hanem annak is, hogy elkezdtek az emberek termelni, elkezdtek gondolkozni azon, hogyha ültetek 5 szilvafát, amiről csak a termés kell gyakorlatilag szedni, akkor az már egy bevétel, megtakarítás, az egy takarékosság, egy gazdálkodási szemléletet is sugall mindez, ami megjelenik az élet minden területén. És itt az adottság, itt van előttünk a terület, Európa legjobb termőföldjei itt vannak Magyarországon, és ha minél többet termelünk, annál több egészséges élelmiszer tudunk fogyasztani. Tehát ez a folyamat elkezdődött, az elejénél vagyunk, hogy visszaállítsuk azt a gazdálkodást, ami korábban meg ott nem tud pont olyan lenni, mint régen, mint a nagyapám idején, vagy 10-20-30 évvel ezelőtt, amikor a TS integrálta a termelést, amikor fölvásárolt az áfész, de a saját részükre meg tudjuk termelni, és nincsen vele több baj, mint a díszcserjéke, meg a dísztövényeke. Az is kell a maga helyén, de kell ez a fajta kertkultúra is. És itt nagyon érdekes dolog, hogy a karcegi kertekben, ahol jó néhány ilyen ősi szokásjog van, például nem divat az, hogy dísznövényeket ültessenek, az benne a városon, a portán ültetjük. Egy-két fenyő, egy-két tuja kerül, néhány tő rózsa, de itt nem díszfák vannak, itt gyümölcsfák vannak, itt ennek itt van a helye, ez egy csodálatos környezetet, mikroklímát teremt, jó levegő, egészséges környezet fogadja azt, aki ide kijön, tulajdonképpen egy gyümölcsfákból álló erdőben vagyunk most is. Ez egy olyan csoda, amit az ember hozott létre, és ennek élvezzük a gyümölcseit. És ez tényleg szó szerint értendő, hogy egy gyümölcsöző környezet, egy gyümölcsöző kertészeti kultúra az, amelynek a részesei vagyunk. Akinek van lehetősége és bármilyen kis darab földje, akkor érdemes belekezdeni az otthoni kertészkedésbe. Ez egyrészt jó kikapcsolódási lehetőség a heti, mindennapi munka után. Egy teljesen más élményt tud biztosítani azáltal, hogy a frissen kizedett zöldségekből készítjük el a mindennapi élelmünket, teljesen más ízvilággal tud minket megajándékozni. Harmadsorban pedig egy aktív kikapcsolódási lehetőséget tud számunkra biztosítani. A kertészkedésnek gyakorlatilag nincsenek mérletbeli korlátjai, bármilyen kis területen el lehet kezdeni ezzel a tevékenységgel foglalkozni. Általában már egy 4 fős család számára egy 150-160 négyzetméternyi terület elegendő az évi zöldség és esetleg gyümölcsmennyiség megtermelésére. Ez mindamellett jó lehetőséget biztosít arra, hogy az otthon vagy a kertészkedés során keletkező növényi hulladékokat, szerösanyagokat úgy dolgozzuk fel, hogy aztán azt visszatudjuk fordítani a természetbe, és nem mint környezet szennyező anyagok, hulladékok jelentkezzenek a termelés során. Másrészt pedig az együtt végzett munka, a kertészkedés az önnelátó tevékenységen kívül arra is alkalmas, hogy a családot egy kicsit összehozza, a szülők a gyerekekkel együtt, esetleg a nagyszülőkkel együtt tudjanak dolgozni. A nagyszülők, akik már kertészkedéssel foglalkoztak korábban, át tudják adni a tapasztalataikat a saját gyermekeiknek vagy az unokáiknak, és ezáltal a család is jobban összetartóvá váljon, és együtt tudjon dolgozni, és ennek a munkának az gyümölcsét aztán közösen tudják majd értékelni. Műsorunkat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatta.